A megyei első osztályú bajnokság 25. fordulójában matematikailag is biztossá vált az, amit már hetek óta tudni lehetett, a Balkány megszerezte a bajnoki címet. Mirgai László együttese 4-2-re verte a rakamaszt, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a tabellán. Másik négy mérkőzésen is hazai siker született, a Nyír Gyulaj 2 1 nyert a Tuzsér ellen, a Máté Szalka a Tiszavasvárit múlta felül 2 a Vásárosnamény a Gyulaházát ütötte ki 6 egyre, re a Baktalórendháza pedig a nagy bizonyult jobbnak négy egyre. Két találkozó, az Ibrány Mándok és a Sényű Nagyecser összecsapás is egy nullás vendégsikerre zárult. A tabella élén a Balkányál 59 ponttal, megelőzve a 42 pontos Nagyecseret, a 38 pontos Nyígyulajt és a 36 pontos Tiszavasvárit. A tabella hátsó régiójában a Vásárosnaménynek, a Tuzsérnak, a Mándoknak és a Máté Szalkának egyaránt 26 pontja van. Őket követi a 22 pontos Ibrány, a Sorc pedig a 15 pontos Gyulaháza zárja. A 26. forduló párosítása a következő, Tiszavasvári Sényű, Tuzsér Ibrány, Mándok Máté Szalka, Nagyecset Baktalórendháza, Gyulaháza Fehérgyarmat, Rakamaz Nyírgyulaj és Nagyhalász Vásáros Namény.